Remek kikapcsolódást kínált a május 17-e és 20-a között rendezett szexárdi pünkösdi fesztivál a helyiek és környékbeliek számára. Rengetegen látogattak ki, hogy kikapcsolódjanak, szórakozzanak, feltöltődjenek. Most kipróbáljuk a kisgyerekkel a körhintákat, körülnézünk itt a kirakodóson, csak most jöttünk, úgyhogy még annyira nem néztük, hogy mik vannak. Igazság szerint jó szokott lenni. Koncertek is, felhozatal általában mindig jó. A gyerekek számos játékot kipróbálhattak. Milyen volt az? Jó! Gyere, boldizsad! Nem féltél? Nem. Egy kicsit csak, ugye? Nekem nem volt a hány ingerem, amúgy tök jó volt ott az a nagy kanyar, ahol úgy ott megindultál, és így egyszer csak felmentél, majd utána megint lezuhantál. Sokan családosan, gyerekekkel, unokákkal jöttek. Most éppen a jégkását, mert voltunk ugrálóvárazni, meg a vattacukorban most. Fönn a Béla téren voltak ezek a tornászlányok, őket megnéztük, meg hát ahol rábukkanunk ilyen gyerekeknek szóló. Az étel és ital kínálatban jellemző volt a bőség zavara, hiszen idén is sok árus volt a fesztiválon. Jelenleg itt ebben a büfékocsiban most minifánkot árulunk, töltőcsúra, székkását, üdítőket, kávét. A másik büfékocsiban van még hotdog meg hamburger. A legjobban nálunk a minifánkot, ugyanis ez a 22. év, hogy itt Szexáron minifánkot, szexáriak vagyunk, ugye, Szexáron minifánkot árulunk, illetve a környéken, úgyhogy minket már nagyon ismernek, és mondhatom azt, hogy szerintem nagyon szeretnek minket, úgyhogy a minifánkunk a legfelekapottabb itt. Fahéjas, vaníliás, kakaós, kókuszos, illetve öntetesben van csokoládé, áfonya, málna és karamell. Az ellenállhatatlan csoki az, ami mindent visz. Szerintem igen, a családok kisgyerekekkel is, illetve hát a fiatalok is, bár elég sok idősebb korosztályú vásárlónk is van, így szeretik mondjuk csomagolva hazavinni, és akkor otthon nyugodtan elfogyasztani. Az egyik standnál dél-amerikai termékeket kínáltak. Ez egy füstölő, ilyen pálcikás füstölőt kell belerakni, és végülis elég, és a száján fog kijönni a füst. Bánsípok, furulyák, ékszerek, minden, ami az Andokhoz kapcsolódik. Mi egy dél-amerikai vállalkozás vagyunk, Inkaház néven, elég régi vállalkozás, és csak dél-amerikai termékekkel foglalkozunk, a főnökünk is dél-amerikai. Csak így fesztiválokon lehet találkozni vele, de üzletekben szinte nincsen, és ezért mi vagyunk az egyetlen üzletet. Nem csak fesztiválokon, múzeumokkal is dolgozunk együtt, kiállításokat is csinálunk, tehát sokrétű a mi munkánk. Vannak például a pánsípok, amik bambuszból készülnek, szőttes táskák, kifejezetten dél-amerikai szőttesből, dióból készült ékszerek, pipák, füstölők. Szexárdon természetesen a borok sem maradhattak el. Ez egy családi pincészet, ez már több régóta működik. Eperborokkal foglalkozunk, és eperpálinkával. És a borok meg ugyanak, hogy van az édes, a száraz és a kétfél édes. Azt kell tudni róluk, hogy az édes és a száraz a 100%-a tajtott vagy szigeti eperből készül, a kétfél édes meg úgy, hogy 60% bennük az eper, ebben speciál az ámorban 40% a áfonya, ebben meg a 40% a cigánymenny. Van ez a kis üsti ágyas pálinkánk, ez 42,5 fokos, kedvelik a vendégek. Ugye ez azért kapja ezt az ágyast, vagy azt kapja meg ezt a szint, a pálink, hogy ez kétszeri párlatfőzéssel van, és utána eperágyra fektetik, mert alapból a pálinka, a sima pálinka az egy szintelen valami. Hogy ágyas pálinka, attól kapja meg, hogy így eperágyon fektetik, és ettől lesz meg a színe. A családi pincészet vezetője annó kitalálta, hogyha van szőlőbor, akkor minél lehetne eperbort is csinálni. És így jött az ötlet, hogy összeállt borásszal, dővé volt az ötlet, és ő kitalálta, Kalos Gábor, ő volt a vezető, vagy ő a pincészet vezetője, ő találta ki ezt a módszert. Tulajdonképpen ugyanolyan eljárással készül, mint a szőlőbor, csak ők nem fahordóban, nem ilyen galvanizált nagy tartályban tárolták, ennyi az egész, és így jött. Idén is számos csoport és együttes szórakoztatta a közönséget. A koncertek sorát Horváth Tamás zárta.
szervező Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója jó hangulatú, sikeres rendezvényként értékeli a 4 napot. Én azt gondolom, hogy sok minden szerencsésen újra összejött ezen a fesztiválon is. Kezdem talán azzal a legfontosabbal, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk. Mindig sorsdöntő tud lenni egy 4 napos nagyvárosi fesztiválon, hogy 2 évvel ezelőtt sokan emlékezünk arra, hogy hogyan most el sajnos az eső, aztán tavaly a Jóisten visszaadta, és csodálatos idő volt a szüreti napokon, hát most újra mi voltunk a szerencsések, és mind a 4 nap egy rövid kis záportól eltekintve nagyszerű időjárás segítette a rendezvény megvalósulását. Tartalmasabb elemzést a következő hetekben fognak végezni, azonban az már elmondható, hogy több 10 000 ember fordult meg a fesztiválon. Első benyomásunk is az, hogy az emberek szívesen fogadták a sokszínű programot, közel 80 különböző kulturális esemény valósult meg, és itt igazából a Babits Kulturális Központban már csütörtökön kezdődtek színházi előadásokkal, Retkes Tamás fotókiállításával a Vármegyeháza galériáján, és péntektől pedig ugye akkor a szabadtéri nagyszínpadon, a Béla Király téren és sok-sok más helyszínen is vártuk a ideérkező vendégeket. Nyíltan is láthatóan érzékeltünk, hogy a szexári nyitott pincék programja is nagyon-nagyon népszerű volt. Én azt gondolom, a következő években ezt is át fogjuk egy picit gondolni, átbeszélni, hogy tudja jobban erősíteni egymást a 2 program, de hát minden este csodálatosan megtelt a Béla Király tér. Azt hiszem, aki a záró koncerten részt vett, Horváth Tamás koncertjén, az láthatta, hogy micsoda kiváló hangulat övezt az egész fesztivált. És mindig egy élő probléma. Teljesen megértjük a városlakókat, ilyenkor jó magunk is, az itt dolgozó kollégák is, ugye többnyire autóval kell közlekednünk ahhoz, hogy ideérünk a fesztivál helyszínére. Ez mindig egy kötelező velejárója, hogy ilyenkor egy picit több türelemre, több nyugalomra van szükségünk. Szerencsére nem volt sem közlekedési baleset, sem olyan jellegű probléma, amely ugye nehézé tette volna a fesztivál folytatását. Természetesen kellemetlenséget okoz, mindig megköszönjük ilyenkor előre és utólag is a lakosság türelmét, de hát ezt látni kell, hogy másképpen nem lehet idehozni egy ilyen népszerű és ilyen sok vendéget idevonzó programot. Nagyon jók voltak a gyerekprogramok, legnagyobb örömünkre a korábbi évekhez képest ez egy nagyon pozitív élmény volt, hogy a délelőtti kora délutáni programokon is szinte telt ház volt. Aki kilátogatott megint csak vasárnap délelőtt, de mondhatnám a szombat kora délutánt is, hát egy teljesen telt ház fogadta a helyi csoportjainkat. Mivel mi a szexárdiak fellépését kiemelten fontosan kezeljük, az a sok hagyományőrző, tánccsoport, énekkar, zenekar, vagy kis gyerekprogramot előadó, most órákig sorolhatnám ugye a neveket, de mindenki ismeri a helyi szereplőket. Nagyon színvonalas programmal készültek, és nem csak a szülők hozzátartozók, hanem sok-sok vendég is kíváncsi volt ezekre is. Úgyhogy én azt gondolom, a koncepció jó, természetesen, ahogy említettem, mindig tartalmas elemzések, a partnerek bevonásával közösen egy jövőben mutató, akár a fesztiválokat megújító, vagy egy picit más szemszögből is vizsgáló egyeztetés következik. Azonban a pünköst után sem áll meg az élet Szexárdon, hiszen érkezik a Hári János Mesefesztivál. Éppen, hogy el fogunk pakolni a pünkösdi fesztiválról, már is indul a hétvégén, szombaton és vasárnap, 5 év szünet, illetve 4 év szünet után nagy örömünkre a Hári János Mesefesztivál, amely elsősorban gyermekes családoké. Szombaton és vasárnap itt a Babits Kulturális Központ, a múzeum, a művészetek háza által behatárolt területen belül a gyerekeké lesz a főszerep. Kint vannak már a programjaink, a programfüzet is megjelent, úgyhogy mindenkit biztatok, forgassák, hiszen szinte az egyik fesztivál a másikat követi. Természetesen megnyugtatom a városlakókat, hogy ott a közlekedésben nem lesz lezárás, tehát szabadon járhatóak lesznek az utak. Ez igazából itt a zöldövezetben és itt a házon belül a gyermekek szórakozását segítő programokat jelenti. Június közepétől az induló labdarúgó Európa-bajnokságra is mi nagy erőkkel készülünk. Erről is rövidesen majd megjelenik bővebb információ, de a lényeget el tudom mondani, hogy a Garai téren 1 hónapon át egy hatalmas kivetítőn keresztül valamennyi, mind az 51 mérkőzés június 14 és július 14-e között látható lesz. Nagyon sok támogatónk érkezett, köszönjük a lokálpatrióta szexádi vállalkozásokat, akik nem csak foci rajongónként, hanem kultúra rajongóként is mindig mellettünk állnak, egy szurkolói bázis, sok-sok nézőtéri hely kerül kialakításra megfelelő italokkal, körítéssel, együtt tudunk drukkolni remélhetőleg a magyar csapat minél sikeresebb szerepléséhez.